Mi javaslatunk, Fidesz Kereszténydemokrata Néppárt közös javaslata, képviselő javaslata megjelent, de elméletileg visszatérő kérdés volt, hogy hány fordulós rendszerben gondolkodunk. Egyfordulós rendszerben, vagy kétfordulós rendszerben. Ha kétfordulós rendszerben a francia abszolút többségi, vagy az angol relatív többségi szabályok szerint legyen lehetőség a mandátum megszerzésére. Hogyan történjenek a töredék szavazatok számításai? Ha vegyes rendszerben gondolkodunk. Ha vegyes rendszerben gondolkodunk, hogyan alakuljanak a különböző listákra vonatkozó szabályok. Legyenek külön direkt lista, vagy csak kompenzációs lista, ha külön direkt szavazásos lista van, az megye rendszerhez igazodjék, vagy országos legyen, ahogy a mostani javaslatban is jelentkezett. És akkor, bocsánat, ennek a kérdéskörnek csak az egyik elemével foglalkoztam, mert a parlamenti választójogtól nem lehet elválasztani a nemzeti és etnikai kisebbségek választójogának a biztosítását sem. Ezt nem önkényesen mondom, az alkotmányba a múlt heti szavazások nyomán beépült ez a kötelezettség. Most már kikerülhetetlen kötelezettség a Magyarországgyűlésnek egy olyan választójogi törvényt alkotni, amely nem csak azt biztosítja, hogy az országgyűlési képviselők száma legfeljebb 200 fő lehet, hanem ezen felül ennek a választójogi szabályozásnak biztosítania kell a nemzeti és etnikai kisebbségek közvetlen parlamenti képviseletének is a megjelenését a parlamentben, legfeljebb 13 főig. Én ezekben az egyeztetésekben is részt vettem, és tudom, hogy milyen parázs vita folyt például azzal, hogy kinek legyen választójoga. Hogy hogyan érvényesüljön a választójog egyenlőségének az elve. Lehet-e azoknak az állampolgároknak, akik magukat nem magyaroknak, hanem valamelyik nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozónak vallják? Lehet-e azoknak három szavazata, miközben a többi magukat csak magyar nemzetiségűnek, a csakot tessék, ne legyen félreértető. Tehát egyedül magyar nemzetiségűnek vallják, azoknak csak két szavazata legyen. Hogyan lehet megoldani a pozitív diszkrimináció szabályait, hogy megfelelően valóban biztosítson ez a szabály de facto ténylegesen nemzeti kisebbségi parlamenti bejutási lehetőséget? Mi legyen a kedvezményes mandátum megszerzéséhez szükséges legkisebb szavazatszám mértéke? Tehát felvetettem itt most, tisztelt képviselőtársaim, számos olyan kérdést, amit ennek az eseti bizottságnak ki kell alakítania. És ugye előttünk van a határozati javaslat, amely úgy szól, hogy az albizottságnak ezt a javaslatot 2010. június 30-áig, ha jól értem, kidolgozott normaszöveg formájában az Alkotmányügyi Bizottság elé le kell tenni. Na most, hogyha ide akarom kapcsolni a képviselő úr által javasolt népszavazás, a népi kezdeményezésre vonatkozó szabályokat, akkor nagyon félek, hogy ennek a határidőnek nem fogunk tudni eleget tenni. Én nagyon boldog leszek, hogyha ezeket a kérdéseket is sikerül megoldani, amit fontosnak tartunk, mert ugyan ahhoz, hogy a saját elképzeléseink szerinti szabályozást elfogadjuk, ahhoz természetesen megvan a többségünk. Van egy véleményem szerint, ezt engedjék meg, hogy megelőlegezzem, alapjaiban jó elgondolásunk az a törvényjavaslat, amit a parlamenti választójog és a nemzeti etnikai kisebbségek választójogának a szabályozása tekintetében itt képviselőtársaim, a Fidesz és a Kereszténydemokrata Néppárt részéről benyújtottak az országgyűlésnek, az alapvetően jó. De mi úgy gondoljuk, hogy igenis helyes jó törekvés, és magam is nagyon egyetértek azzal, hogy az elfogadandó törvényt minél szélesebb bázisra helyezzük itt parlamenti értelemben, minél több párt, minél több képviselő tudja támogatni, a kétharmados, az elfogadáshoz szükséges támogatáson lényegesen túllépő nagyobb mértékben. Hát ezt akkor tudjuk megvalósítani, ha nem vállalunk többet, mint amire fizikailag és reálisan lehetőség van, mert ha ez a határidő lejár, akkor az országgyűlésnek mindenképpen az
akkor rendelkezésére álló adatok és a vita tapasztalatai szerint a kérdést, hogy így mondjam, dűlőre kell vinnie. A Magyar Országgyűlés jelenlegi összetétele folytán egyszerűen nem engedheti meg magának, hogy ne szülessen meg megfelelő időben az a választójogi törvény, amely a legfeljebb 200 fős parlament kialakítását biztosítja, nem engedheti meg magának, hogy ne szülessen meg e törvény keretében az a szabályozás, amely a nemzeti és a etnikai kisebbségek közvetlen parlamenti képviseletét biztosítja. Ugyanakkor a népszavazás és a népi kezdeményezés intézménye szerény véleményem szerint amúgy is kikerülhetetlen az alkotmányozás már szóba került folyamata keretében, hiszen képviselő is tudja, hogy az alkotmányban több alapvetően fontos szabály foglalkozik a népszavazás és a népi kezdeményezés intézményével. Tehát akkor, amikor egy új alkotmányról kezd az országgyűlés gondolkodni, akkor abban a tárgyalási menetben úgysem tudja kikerülni ezt a kérdést, és meg tudja vizsgálni azokat a kérdéseket, amiket akár képviselő úr fölvet, vagy akár más megközelítésben népszavazás és a népi kezdeményezés intézményével fölvethető. Összegezve én azt kérem, hogy a tisztelt országgyűlés gondoljon arra, hogyha ezt a bizottságot túlzottan megterheli feladatokkal, akkor annak a veszélynek teszi ki, hogy a bizottság munkája ne legyen eredményes, és ezt mindenképpen kerüljük el. Ezért ebből az okból nem tudta a kereszténydemokrata néppárt képviselőcsoportja és a vele itt egyetértő fideszes képviselőtársaim a bizottságban támogatni ezt a javaslatot, illetve nem fogjuk tudni a szavazásnál sem. Úgy gondolom azonban, hogy a fölvetett problémák nyugodt áttanulmányozásának, nyugodt újragondolásának, megvitatásának ez nem lesz akadálya, mivel egy másik törvényalkotói, alkotmányozási munka folyamatában a népszavazás és a népi kezdeményezés intézményének az áttekintése elkerülhetetlen lesz. Köszönöm figyelmüket! Köszönöm, képviselő úr. 2 perces hozzászólásra jelentkezett Gaudi Nagy Tamás képviselő úr. Öné a szó. Köszönöm, elnök úr. Salamon képviselő társam nem tudott meggyőzni arról, hogy miért ne kelljen ezzel az ügyel foglalkozni ennek az albizottságnak. Elmondom az indokaimat, hogy miért tartom fönn továbbra is a javaslataimat. Egyrészt az időkerettel kapcsolatban, ha megnézzük a határozati javaslat szövegét, ugye az úgy szól, hogy 2011. június 30-ig kell a törvényjavaslatnak elkészülni az albizottság kebelén belül, bár ugye a Fidesz-KDNP frakció nagyban megkönnyítette a bizottság munkáját, hiszen azt arra tett egy választási törvény javaslatot, amely lehet ilyen, lehet olyan, még nem tudtunk elmélyedni benne, de nagyon előre segítette ezt a munkát, köszönjük is nekik ezúton. De 2011. december 31-ig kell az Alkotmánybírói Bizottságnak egyáltalán az országgyűlés elé bocsátani majd ezt a javaslatot. Ebből én azt veszem le, hogy 2012-es tavaszi ülésszakon kell majd tárgyalni az országgyűlésnek. Azért megkérdezem én, hogy hát ez most már lassan 2 éves időtartam, hogy 2 év nem lenne alkalmas arra, hogy ezt a munkát még pót mellé elvégezzük. És hogy miben tudunk még segíteni? Hát a konkrét előterjesztések tekintetében a Magyarok Világszövetsége, ahol én ott annak idején jogi szakértőként működtem, top kollégámmal együtt, leírtuk, szintetizáltuk azokat a javaslatokat, amelyekkel lehet és meg kell reformálni a népszavazást a megfelelő garanciák érdekében. És végül fel kell tegyem a kérdést, hogy akkor végül is az új alkotmány, amely most szóba jött, akkor ezek szerint ha népszavazással lesz bocsátva, akkor a régi népszavazási szabályok szerint lesz majd megmérve, vagy sem, vagy ha nem lesz népszavazás elé bocsátva, az viszont nagyon nem jó. Tehát ezért kérdezem azt, hogy akkor, ha nem ebben az albizottságban, de akkor milyen formában, mikor tervezi és meddig elvégezni a népszavazási szabályok reformját a kormánytöbbség, mert úgy gondolom, hogy ha ezt nem teszi meg, akkor nem mossa le magáról azt, hogy tulajdonképpen innét kezdve a közvetlen népakarat kifejtése nem igazán érdekli, hanem majd akkor a kétharmados többség erejével akarja az ország sorsát alakítani. Köszönöm. Köszönöm, képviselő úr. 2 percre megadom a szót Salamon László képviselő úrnak. Öné a szó. Köszönöm, elnök úr. Egy nagyon rövid korrekcióval tartozom, mert figyelve Gaudi Tamás válaszát,
rájöttem arra, hogy a határidőt tényleg rosszul idéztem, és 2010. június 30-ról beszéltem, ez valóban tévedés, de ez egyszerűen szóvétés volt. Tudjuk jól, 2011. június 30-i határidőről van szó, tehát durván 13 hónapról. Én erre gondolva mondtam el az összes érvemet, magyarán azt állítom, hogy 13 hónap az túlzottan rövid idő, hogy az albizottság mindazokat a kérdéseket normaszövegbe tudja, át tudja vizsgálni, és megfelelően normaszövegbe tudja emelni, amit itt képviselőtársam szükségesnek tart. Változatlanul azt mondom, hogy maradjunk meg az eredeti elképzelésnél, és nagyon-nagyon nagy eredmény lesz, ha a parlamenti képviselők megválasztására vonatkozó anyagi és eljárásjogi szabályokat, illetve a nemzeti és etnikai kisebbségek közvetlen parlamenti képviseletére vonatkozó anyagi és eljárási szabályokat megfelelő mértékben ez az albizottság ki fogja tudni alakítani. Köszönöm, képviselő úr. Normál felszólalás keretében megadom a szót Karácsony Gergely képviselő úrnak, LMP képviselőcsoportjából. Öné a szót. Köszönöm a szót, elnök úr. Hát kivételes pillanat ez most, mert tulajdonképpen egy jobbikos képviselőtársam 100%-ig elmondta a mondandómat, úgyhogy viszonylag rövidre tudom fogni a szót. Amellett szerettem volna érvelni, hogy valóban ne egy albizottság, hanem egy eseti bizottság vizsgálja ezt a kérdést. Nem szeretném megismételni Farkas Gergely képviselőtársam érveit, mind a három érv szerintem nagyon megfontolandó. Annyit még hagyd tegyek hozzá, hogy azt kérem a javaslattevőktől, hogy kicsit gondolkodjanak a kisebb frakció fejével is, ahol a munkamegosztás az egy kicsit nagyobb problémát okoz, hiszen a legmegfelelőbb ember nem biztos, hogy éppen abban a bizottságban van. Nem biztos, hogy én vagyok itt a legmegfelelőbb, de azért azt szeretném elmondani, hogy 2 évvel korábban én még civilként kezdeményeztem egy választási reformjavaslatot, ami, hogy most megint valaki mással értsek egyet, ami nagyon hasonlít a Fidesz most letett javaslatához. Tehát azt gondolom, hogy egy irányba gondolkodunk. Annyi a különbség, hogy ez a 200 fős indítás, azt én egy eléggé rossz kezdetnek tartom, de hát ez a hajó már elment, tehát nem akarom most már ezt a dolgot újra kinyitni. Szóval azt szeretném mondani, hogy azt gondolom, hogy a helyzet komolyságát, meg a szakmai munkát jobban segíteni egy eseti bizottság, és remélem, hogy valamilyen módon, hiszen a bizottsági egyharmados támogatás sajnos nem kapta meg ez az indítvány, de remélem, hogy azért még szavazható a ház valamilyen formában, és abban bízom, hogy a kormány többség is támogatni fogja ezt a javaslatot. Köszönöm szépen. Köszönöm, képviselő úr. Normál felszólalásra jelentkezett. Bocsánat. Tisztelt Országgyűlés, 2 perces felszólalásra megadom a szót Balczó Zoltán képviselő úrnak. Öné a szó, képviselő úr. Elnök úr, köszönöm a szót. Valóban nem normál, de remélem, hogy normális felszólalásnak lesz tekinthető a mondandóm. Hallottuk Orbán Viktor miniszterelnök úrtól, hogy mennyire nagy feladatnak tekinti és fontosnak, hogy éljen ezzel a felhatalmazással, és megalkossa végre azt az alkotmányt, amire a rendszerváltó pártok 1989-ben megtették a maguk ígéretét. Ezt a mostani alkotmányt természetesen jelenleg az alaptörvényünkre kell tekinteni. Nagyon sokszor nyúlt hozzá bármelyik parlament, éppen a NATO mozgások miatt kellett valami, egy pillanat alatt telefonon be voltunk hívva, változtatnunk rajta, most a EU népszavazás miatt kell, tehát ez nem az alkotmány, amelyet úgy kell tekintenünk, mint ami évtizedeken át változhatatlanul kell, hogy ott álljon. Ezért számomra az, hogy ma született a mostani időszakban egy olyan alkotmánymódosítás, amely 213 főben határozta meg a parlament létszámát, számomra nem jelenti azt a határt, ha adott esetben ez a eseti vagy albizottság dolgozik.